Na csácsó, mi csőtészta csokoládé, sziasztok gyerekek! Üdv a csatornán! Kipper jelentkezik egy hát meglehetősen különleges videóval, és megmondom őszintén, egy picit meg is vagyok hatódva. Meg vagyok hatódva, és irigy is vagyok, mert úgy, mint Farming Simulator 19 rajongó, szerintem nem vagyok egyedül azzal, hogy milyen jó lenne, hogyha a saját településén játszhatna az ember Farming Simulator 19-et, ugye szerintem ez mindenki így álmodott róla, főleg természetesen akik így vidéki környezetben laknak, hogy milyen tök jó lenne, hogyha minden ház fel lenne épülve, hogyha a falud az benne lenne a Farming Simulator 19 világába, vagy akár a 22 világába, és végig tudnád járni a falut, akár gyalog, akár traktorral, és akkor rendesen ugyanazokon a földeken tudnád dolgozni, ami a faludba létezik, és el sem tudom képzelni például, hogyha ahol én lakom, ugye Nemesráda, hogy meg lenne csinálva, és tényleg el tudnék menni virtuálisan, temetőegyenesen túl, és esetleg felszántani a területet, és elvetni, és végigmenni ugyanazok mellett, a házak mellett, amik a valóságban is itt léteznek, és volt így egy ismerősöm, aki pont úgy így gondolkozott, és szeretett volna így visszarepülni a gyerekkorába, vagyis ahol felnőtt, abban a faluba, virtuálisan is, úgy tudom, hogy már nem ott él, és úgy gondolta, mindenféle, hozzáteszem, mindenféle mód tudás nélkül neki állt, hogy létrehozza ezt a mapot, ahol gyakorlatilag felnőtt. És de azt tényleg írta, vagy mondta, és írta is, meg néztem róla a videót, a map készítésről is van a csatornáján videó, és ajánlom, hogy iratkozzatok fel rá, Farming Simulator 19-22-vel, és ilyen jellegű videókkal foglalkozik. Na, de nem is ez a lényeg, hanem vette a fáradtságot, és megtanult mapot készíteni, és fogta, megcsinálta pontosan azt a falut, ami az emlékeibe élt. És így gyakorlatilag vissza tud menni oda, ahol felnőtt, virtuálisan a Farming Simulatorba. Szerintem nincs ember, aki ne vágyna erre, de egyébként, megmondom, egy őszintén egy picit csaltam, és leszögezte a videóiba, mondta, hogy az emlékeibe, ahogy élt, úgy csinálta meg, tehát nem használt ilyen nagyon segítséget, térképeket, meg ilyesmit, de én csaltam, és néztem róla Google Maps-os képeket, és nézzétek, itt van ez a tér. Ugye ezt tényleg mondta, hogy 1985-től talán 90 valameddig, ahogy ő akkor felnőtt, úgy próbálta megcsinálni. Tényleg tudjátok, ahogy felnőttök, és akkor emlékezel rá, hogy na, itt ilyen nagy kavicsos volt ez a bejáró, hogy itt volt egy par, és ez mit tudom én, az milyen színű volt, szinte érzed a tapintását, ahogy kigyerekként ültél rajta. Emlékszel a régi telefonfülkére, és ezek az emlékek, ahogy így ilyen masszává összesűrűsödnek, és az, ahogy építette gondolom, hogy mindig jöttek elő neki, és úgy csinálta meg, szóval nem használt segítséget. De nézzétek meg ezt a képet, és várjatok. Nézzétek meg ezt a képet. Wow! Ugye? 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 És tényleg nem az számít ilyenkor szerintem az ilyen nagyon apró részletek, hogy pont olyan hosszú legyen az épület, hogy pont ugyanott helyez, hanem ahogy a valós, vagyis ahogy te valósan megélted, és ahogy ő valósan megélte, és azokat az emlékeket kell felépíteni, nem egy tökéletes valóságot, mert szerintem te is például, hogyha idősebb vagy és gyerekként, tök máshogy emlékszel a dolgokra, és hogyha találkozol velem most, akkor úgy, nem, mintha nem is ilyen lett volna. Tényleg az a lényeg, hogy azt építs fel, azt a világot, amiben felnőtte. És egyébként néztem az utcákról képeket, így végigjártam ugye Google Maps-al, és végigjártam játékban, és tök hasonló, az érzésre tök hasonló, tök jól megcsinált dolgok vannak, és tök érezni, hogy mi az, amik ő neki számítottak, hogy számított az, hogy nagy kavicsos az út, hogy számított az, hogy mondjuk ott szokott állni a bolt mellett a camping bicikli. És tök jó, mert vannak olyan, ő neki úgy egész mást jelent, mint nekem, de érzem, hogy mik voltak ő neki fontosak. Van neki map végigjárós videója, érdemes megnézni, lerakom a linket a leírásba, úgyhogy nézzétek meg, és ő így tök beleélve elmondja, hogy ez volt a Kovács Józsi háza, emlékszem, itt valami zsuzsa lakott, itt meg lakott valaki, és autószerelő volt, és hátul egy csomó donorautó volt
udvarába, és ez tök jó, hogy elmeséli, így érted, hogy mire gondol. Mert hogyha te is gyerekként így ezeket átélted, akkor így tudod, hogy miért számítanak ezek, mert ilyen emlékfoszlányok vannak. Igen, és a hirdetőt, ezt is tök átérzem, hogy miért fontos ez, mert biztos itt voltak, és ide volt kiírva minden marháladó, akármicsoda. Ital volt, ugye, élelmiszer volt, kempingbicikli. A kempingbicikli, ez működik? Azt hittem, hogy működik. Nagyon jó. Egyébként van valami, igen, jött egy frissítés a farminghoz, vannak itt egy kis vészinket be kell volna kapcsolni, de most már nem játszok vele gyerekek, mert látom, hogy vannak itt problémák. És a régi telefonfülke, a matálvas fülke. Ha nem, most próbáljuk meg a mapra koncentrálni, vagy beállításoknál nézzük egy vészink beállítást. Pont nem lehet a izébe, pont nem lehet, azt hiszem, hogy a... Pont nem lehet, csak teljesen kilépve. Akkor azt nézzétek el nekem, hogy van ilyen szinkronizációs problémai a grafikában. Lejött egy új patch, és lehet, hogy az egy kicsit bezavar. Na, de térjünk vissza a mapra. Igen. A map már játszható állapotban van. Nem tudom, hogy meg fogja osztani. Ezt tőle kérdezzétek meg. Egyébként ide is írhattok kommenteket nyugodtan. És mondta a srác, Biga papáról van szó. Egyébként, ha nem említettem volna, de link ott van, meg tudjátok nézni. Mondta a srác, hogy örülne neki, hogyha nyugodtan írjatok neki tippet. Ugye tényleg alapokról kezdte, 1-2 hónappal ezelőtt, a mapkészítés tutoriál videókból tanult, embereket kérdezett meg, és úgy tudta összehozni ezt az egészet, ami baromira nem egyszerű, mert tudjátok jól, hogy amikor Farming Simulatorban már csak tereprendezést csináltok, akkor micsoda buktatókba tudsz létre belefutni, és ilyenek, nézd meg, biztos vagyok benne, hogy ő neki volt itt egy, egy zsigulia, igen, és volt biztos szalmabogja a hátul. Az a baj, ezt teljesen nem tudom én átadni. Érdemes megnézni az ő videóját, hogyha arra vagytok kíváncsi, hogy akkor hogy milyen története, minek milyen története van. Itt meg ugye a ilyen kuti egyébként nálunk is van. És itt biztos volt ez a földös, ott biztos emlékezett rá, hogy mindig kihorták a mocskot, és mindig sáros volt itt. Ez, ilyen részletek ugye nagyon fontosak. Mit akartam? A templom mondta, hogy az nem pont ugyanilyen fiktív, mert azt, vagy lehet, hogy azóta létrehozta. De egyébként belenézhetnénk a... Kíváncsi vagyok a templom előtt, még mindig van. Igazából tényleg nem keresünk 100% hasonlóságot. Nézzük meg Google Maps-on, hogy valóban van-e a templom mellett... Földes út, most is. Gyerekek, ez nagyon... Ez, jaj, várjátok, menjünk el arra. Ott a templom, jó, oké. Ugye ez most már ugye, nem is tudom hányas utcakép, ki van írva 2021-es augusztusi, ugye Google Maps-on, úgyhogy ez már nem pont ugyanúgy néz ki, mint ahogy ő idejében volt. Ezen az oszlopon volt biztos a gólyafészek, ahol már nincsen, mert gondolom leszették, de itt van, és itt van ez az út. Gyerekek, elvileg szembe kell lenni egy busz megállónak, hát nem pont szembe, egy kicsit még arrébb. Úgy gyerekek, ne haragudjatok, hogy meg Biga papa, ne haragudj, hogy ránézek így a Google Maps-t, csak egyszerűen hadálmúldozzak. És mondta, egy videójában leszögezte, hogy később épült ide egy ilyen szobor, ilyen emlékműszerű, de az ő idejében még nem volt ott. Tehát ezek fontos részletek, hogy ez nem azért olyan különbségek azért vannak, mert nem olyan volt, érted, hogy ez nem lusta volt megcsinálni, hanem egyszerűen az ő idejében nem olyan volt. Ott meg mit visznek, disznókat? Ne vicceljél. Gyorsan menjünk vissza, nézzük meg, hogy busz megáll, van-e. Azt a betyár, hallod? Hát melyikünk nem örülne, hogyha a saját településre játszhatna? Itt biztos Warburgja volt a csávónak, hát természetes. És betonkerítés templom mellett nem mondott, hogy még arra is figyelt. Nézd meg! Tömörkerítés a templom mellett. Én tudom, bocs, nem egy szép dolog, hogy én itt kapásból elkezdem nézegetni így a Google Maps-on, hogy mik a különbségek, de pont nem arról...
Ezért viszik a zsákok, a gyerekek, nagyon kevények itt a dolgozók, apám. Őrület, őrület, gyerekek. Baró jó. Baró jó, és itt is megvan a busz, megáll a másik oldal, csak ugye ott, jaj, igen. Itt van valami ház, busz megállóval szemben, nem tudom, most meg üvegház, vagy fóliasátor volt, gondolom. Gyerekek, nagyon ott van a map. Mármint, ott egy kék kút. Ez milyen érdekes lehetett így megcsinálni, nem srácok, amikor így készítette a mapot, és így folyamatosan rakta le, és megállás nélkül dejó érzése lehetett a bigapapának. Igen, itt vagyunk, és akkor itt volt szembe egy ilyen épület. Az akar lenni, nem tudom, nem nagyon akar betöltődni közben. Azért bocsi. Igen, ez valamilyen izé, ez valami, lehet, hogy azóta megváltozott, de itt ez lehet, hogy nem is normál családi ház, hanem valami csoda. Egyébként tök érdekes, mert nálunk nem így helyezkednek el a házak, hanem ugye ki vannak teljesen az utca szélén. Mármint a mi környékünkön Zalába. Ugye Dráva Palkonyáról van szó, közben nem tudom, hogy azt említette be. De egyébként pöszme jó. Nagyon tetszik, gyerekek. A kút már nincs meg. Bigapapa, a kutat elvitték. És tényleg az őnek a map végigjárása az sokkal hitelesebb, és hogyha valaki ismeri, onda nézzél, itt disznóvágás van, és be van dőlve a kapu. Biztos vagyok benne, hogy erre is emlékezett, hogy valaki kitolatta a kaput, és azért ilyen volt. Itt meg disznóvágást szoktak tartani. Nem tudom, hogy ő melyik házba lakott. Disznó, és emiatt gondolom, itt ide rakta be ezt a hizét, megőrülsz, gyerekek. Megőrülsz. Hát aki ott lakik, annak mekkora nagy szerencséje, hogy ezt így végig... És itt ilyen nagy csúsnya van előtte. Biztos itt volt ilyen sövény, vagy valami. Szerintem ilyen folyamatosan emlékezed vissza, hogy úristen, ez így volt, ez úgy volt. És azt nézem, hogy az már lehet, hogy nincs meg. Az a kapu. Igen, hát ez már ugye 30 éve későbbi felvételek ezek a Google Maps-osok, de nagyjából ugyanott járhatunk. De nagyon durva. Imádom. Imádom, gyerekek. Meg ugye a házakat megcsinálni, hogy azért úgy nézzenek ki. Ott egy baró nagy kukoricagóri. Ez a baró nagy kukoricagóri. Itt is gólyafészek. Nálunk is egyébként mindenhol gólyafészek volt. És itt a kezdőhelyünk, azt láttam. Akkor lehet, hogy ő itt lakott, ugye? Azt hiszem, hogy mesélt is róla, hogy emlékezett rá, hogy itt kukoricagóri volt. Van egy disznó, ugye ő csak dekoráció, de hát ugye annak ludak. Na, van macska! Nem hiszed el. És igen, itt ezt emlékszem rá, oda szőlő, kordon szőlő. Ugye nem a részletekbe kell elveszni, hanem az egészet, az érzést kell visszaadni egy ilyennek. És igen, itt van a műhely. És mondta, hogy itt voltak itt végig, és rakott is, azóta rakott ide ilyen donor. Mondta, hogy itt hátul ilyen roncsok voltak végig. És ugye ezeket mind meg lehet venni a földeket, mert ugye így magyar valóság, hogy mindenkinek volt egy ilyen telke, vagy ilyen udvar, amit megművelt, és volt rajt minden is. Jaj, és itt is vannak kint az autók. A roncsok, úgymond, amiről beszélt. Ezt most azért végigjárom, mert így, nem tudom, esélyem nincs arra, hogy átérezzem ezeket a dolgokat. Dráva Palkonya. Polgármesteri hivatal. Na gyerekek, ezt meg kell keresnünk. Polgármesteri hivatal talán nem változott annyit, ezt meg kell keresnünk. Bocs, hogy mindig átjövök ide, de ezt nagyon-nagyon élem. Nem tudom, hogy hol lehet. Mennyi? Bárjátok. Menjünk még tovább, aztán megnézzük. Ne arra ugyatok, kicsit lassan tölt most ez így. Polgármesteri hivatal. Hol lehet? Aztán lehet, hogy már nem ott van, ugye? 30 év alatt bőven elköltözhetett, ott meg van egy sura. Gyerekek, jaj, a parizer lábú bari. Nem, szerintem lehet, hogy a polgármesteri hivatal az elköltözött. Nem! Valami van! Orvosi rendelő, gyerekek! Orvosi rendelő, itt a polgármesteri hivatal megőrülsz, bazze. Itt van. És orvosi rendelő, és ezt nem hiszed el? Ez az orvosi rendelő! Gyerekek! 2021-es felvétel, és nézzétek milyen. Jézus úristen! Ezért ez a Dráva Palkonya, ez azért nem a...
Nem a legfejlettebb környék, ugye? Most se Magyarországon. Mert még egy csatornát azért rácsaptam volna, hogy azért ne a izékre zúgjon az eső. Júj. Ó, az igen, a decoration. Fügyíró, de nem, most ne ezzel foglalkozunk, de viszont legalább kreatívak. A polgármesteri hivatal. A polgár Jenőhöz. Na nézzük. Azt a betyár. Igen, és pont ugyanilyen, bazán. Pont ugyanilyen, de gondolom ez az épület, ez később lett felújítva. Mármint akkor, amikor ő itt élt, akkor nem. Nem volt is. Nem volt szép, és látszik is, úristen. Hát azóta egy kicsit így fölcsaptak rá egy kis föstéget, figyeld. Hát körülbelül ugyanaz. Föl van csapva rá egy festék, picit levakolták, meg a tetőt megigazították. Ilyen nem annyira, de valamennyire. De egyébként nagyon ott van. Á, beszarsz, bazd meg. Nem hiszed, de... És tényleg annyira... nagyon feelinges, bazd. És várjatok, nézzük már meg, hogy... a szemben van ilyen kettő ház, meg megint beton, mondjuk mindenhol ilyen kerítés. Nálunk ez abszolút nem szokás. Ilyen kerítés, de ott van az a kerítés. Abszolút nem szokás egyébként. Az a baj, átlépek ide, itt is módba akarok menni, hogy kattintsak és akkor odébb ugrok, mert annyira így bele tud szippantani a dolog. Nagyon jó. Egyébként gondoltam rá, hogy játszani fogunk ezen a mapon, most egy ilyen map bemutató videóval, és itt a kanyar, igen, itt jön a kanyar. Jó. És van ennek még egy másik része is, ennek a Drava Park, gyönyörű. Egyébként még beta verzióban van, úgyhogy nyugodtan jöhetnek neki a tippek. Hogy mit, hogyan érdemes, meg esetleg ha láttok olyat, akkor nyugodtan írjatok neki ötleteket, ide ez alá a videó alá is, vagy másik. Várj, itt van egy böszme nagy fa. Azt a betyár, ez nagy fa volt, erre nagyon emlékszem, fogadjuk nem volt ez ekkora. Ilyen, én is amikor gyerekkoromra így visszagondolok, akkor mindig ilyen, minden ilyen nagynak tűnt, így az asztal, alig tudtam felérni. Ez megvan azt hiszem, vagy nem, lehet, hogy nem, lehet, hogy megvan. Ott kint a garázsban az az asztal, ami nekünk az ebédlő asztalunk volt régen, és emlékszem rá, hogy ilyen marha nagynak emlékszem, azt közben meg ilyen tök kicsi, ilyen 100-szor, ilyen 80-szor 110-es körülbelül, és én azt hittem, hogy az egy ilyen hatalmas nagy asztal, hogy nekünk van a világon a legnagyobb ebédlő asztalunk. Na, de várjál! Megnézzük a kanyar után, hogy van-e még nagy fa. Várjál, megfordultam, vagy mi? Ha megfordultam, bocs. Megnézzük ezt az kereszteződést. És tényleg nem az a lényeg, hogy most nem kukacoskodni akarok, hanem nem ugyanolyan, mert az a lényeg, hogy ő neki az emlékeihez legyen hű a dolog. Na mi van? Nem megyünk tovább? Ja, lassan tölt, nem tudom miért. Aha. Itt a fa. És még megvan. Ja. Nem kicsi, na. Nem kicsi. Nem kicsi, igaz, bazza. És ez arra egy ilyen kavicsos udvar. Mi lehet, hogy kivezet valami faluba. Most nem akarok térképre látani, de... Igen, itt a nagy fa. Itt a nagy fa. Mi van még itt ilyen tereptárgy? Ott arra is vezet egy ilyen pici út, de lehet, hogy az akkor még nem volt, de mindjárt megnézzük. Aha. Igen, arra megy, meg itt vezet egy út, ugye? Oké. Okay. Ó, ez egy PB gáz cseretelep. Nézzük, az megvan még? Az már nincs meg. Az már nincs meg. Megvan a helye? Nézzük, mert lehet, hogy ott. Na, itt. Aj, de rosszan tölt be ez a vacak. Ez nem vágom, hogy miért, bocs. Hát lehet, hogy ott volt valahol. Ugye az már nem létezik, nem, nincs meg. Itt meg ugye csak az út bal oldalán vannak házak. Aha, ott az bejebb van. Mindjárt megmutatok még egy-két dolgot, ami nagyon érdekes. Gyerekek, hát igen, itt ez nem a leggazdagabb környék, úgy érzem, ugye? Szegény kisrác, a kisrácnak az arcát nem. Google-nak az algoritmusa nem vette be, hogy az egy arc. Mert ugye van egy ilyen algoritmus, hogy a Google Vive-ból az összes rendszám meg arc elvileg ki van cenzúrázva, mert eleinte nem volt, és a kapott érte ugye elég nagy ilyen vant, vagy minek nevezik, ilyen, úgy gyerekek, ez ilyen, ez az alsó rész, az úgy látom, hogy az ilyen, inkább a tesók, ugye? Mert nem tudom, aztán lehet, hogy nem van. Na, itt is van egy böszme nagy fa, jó, és itt lesz a tábla, aha.
Nézzük, megnézzük. Itt meg a elmaradhatatlan F-asztra, ugye? Na, menjünk tovább, várjál. Most elkeveredtem. Igen, itt. Nagy fák voltak, biztos emlékszik rá, hogy itt nagy frönkök voltak az udvarba. Azok ilyen gazdagfélék voltak. Igen, és itt a tábla. És volt kutya? Új, biztos félt a kutyától gyerekkorában, nem mert erre jönni. Nem tudok kérdezni. Itt meg, úgy, meg szemét van, meg ott vannak a marhák. Itt volt biztos valami százas istáló, vagy valami. Hely! Ez ilyen tipikus csibész fa. Jaj! Fajta. Dráva palkonya. És itt a nagyfa. Igen, megvan a nagyfa megint. És van, izé van. Hú, de durva. Na ugye, hát ki lehet menni a faluba ott. A gyerekek, azért cserélétek vele szívesen, nem, hogy tudjátok játszani a saját saját gyerekkori falutokba, tehát ahol felnőttetek, azért lehet, hogy néhány azt mondanák, hogy oké, take my money, csak adj egy ilyen térképet. Na, igen, nem tudom, miért szarakodik, bocsért a gyerekek. Jó, megtörtént az esemény, igen, és itt vagyunk, és itt ment ki valószínűleg a izére. A legelőre, ugye? Hát, ez 30 év alatt ilyen dolgok iszonyat sokat változhattak, főleg egy ilyen faluba, ugye, amikor ott érezhető leginkább a, most mit mondjak, civilizációnak a jelensége, hogy ugye ott lehet nyomon érni leginkább a fejlődést. Egy városban talán még annyira nem is, mert azért faluban szerintem jobban változnak a dolgok, így eléggé látványosabban. Na jó van, oké, hát ez viszont ez kifog rajtunk, ez a betöltés. Jó, srácok, igen, és akkor itt meg végig lehet menni. Nézzük meg, hogy mit lehet csinálni ezen a mapon. Ezt engedjük el, ezt a Google Maps-ot. Aha. Itt valószínűleg, hogy voltak akkor izék, marhák. Erre biztos emlékszik, itt futkorászott, és akkor itt voltak marhák. Meg pipacsok voltak. Ezek olyan apró dolgok, amik így hozzátesznek egyébként az embernek. Még biztos itt volt fűsz valamiről, mindig ment, és letépkedte a vesszőket. Ó, ja, itt a temető! Azt a betyár, gyerekek, ezek... Nem jártam itt soha, de tudom jó, hogy mi az, amikor így végigjön ő ezen a mapon, és így meg folyamatos, ilyen tipikus folyamatos déjà vu lehet. Nem? Biga papa, szerintem így végigmész ezen a napon, és így olyan, mint hogyha ilyen belennél állva, tépve, rúgva, és van az a folyamatos zsibongás az agyba, hogy úristen, 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 nem? Te ezt így élheted meg. Én nem tudom képzelni, hogy milyen érzés lehet, hogy így ilyen folyamatos inger érheti az ember agyát, hogy azon a napon ott járkálhat, ahol felnőtt, és megcsinálja, és látjátok, ez nagyon dicséretes, hogy nem kell ahhoz, pont egyik videójában is mondta, hogy nincsen kifogás, nincs az, hogy te még nem csináltál soha mapot, nincs az, hogy mert nekem nincsen tudásom, én nem értek hozzá, itt nincsenek kifogások, hogyha valamit akarsz, akkor megvalósítasz, hogy te a gyerekkori településeden akarsz farmingozni, akkor ott van, álljál neki, tanuld meg, csináld meg, és lesz egy olyan mapod, ami senkinek nincs, és nem az, hogy egy olyan mapod, ami senkinek nincs, hanem egy olyan mapod, ahol fölnőttél, és egy, tényleg ő, te is megtapasztalhatod azt a folyamatos ingert, amit kapsz emiatt az agyba, hogy úristen, hát itt mentem végig ezen, emlékszem, hogy poros volt ez az út, emlékszem, itt voltak a bálák, felszoktam rá mászni, átmentünk, akkor itt volt egy vadászles, ott oda is felszoktunk mászni. Emlékszik a pipacsra, hogy végigmászkáltak benne, az emberekre, azok is ugye hozzátartoznak. Kijöntünk, mit tudom én, volt ott egy kisebb tó, vagy akármi. A tehén, amik elmászkált, vagy nem tudom, egy csomó minden, gyerekek, ezek ide szokták kihajtani az öregek. Ezek maga a látványa egy víztoronynak, amit megszokták gyerekkorodban. Ezeket így visszakapod, nem csak az emlékeidben, hanem itt végig tudsz menni, az, szerintem ez nagyon durva lehet. És én ezt tök átérzem. Megmondom őszintén, én ezt, amikor Morrowind kijött, én akkor volt hozzá, talán az volt az első olyan játék, amihez volt egy olyan szintű editor, Elder Scrolls Morrowind, amiben így meg lehetett csinálni egy csomó mindent, és ott gondolkoztam rajta, hogy úristen, de megcsinálnám
a falut, ahol élek. És milyen jó lenne végigjárni rajta. De ez még annál sokkal durvább, gyerekek. Hát ez nagyon jó. Meg főleg, hogyha elszokott onnan, és nagyon rég járt ott, akkor mekkora flash lehet. Hát ez, figyeljetek, ez egy időutazás. Ez amikor beteljesíted a full retrót, érted, hogy vissza tudjál menni egy virtuális világba, tényleg ahol felnőttél, nem? Nagyon jó, hát igen, a keresztre, baze, a tapintására emlékszik az ember, nem? Hogy így málott, meg nem tudom. Ezek mind ilyen izék. A falnak, ahogy mentél, azt végighúztad a kezed rajt. Meg ugye, mit tudom én, valahol volt ez a nagy kavicsos, lehet, hogy az a fehér kavicsos nagy izék le volt terítve vele, mert mit tudom, mindig kitiporta a kenyeres autó, vagy a sörösifa, amikor megállt, úristen, nekem is ilyen emlékek megrohannak, amikor a sörösifa félig felnyitott platóval szokott végigcsörögni, emlékeztek arra? Van valaki, aki emlékszik rá, és beszokott állni a kocsmákot, és hozta a párnapos izé Balatonit, már mint ilyen pasztőrözetlen, sör volt, vagy ilyen hőkezeletlen sör, ugye, és az ilyen nagyon rövid ideig állt el, és az volt a lényeg, hogy mint a tejet úgy kellett teríteni, érted, és akkor ugye annyit vittek, amennyit elfogyott, és emiatt nagyon nagyon-nagyon gyakran járt a sörösifa, és ez egy ilyen hozzátartozó dolog volt, hogy sörösifa megállt, húzkodta a lálákat, csörgött mind a lálak, a ponyva le se volt húzva az egyik oldalán, mert minek, mert mindig föl kell úgyis húzni, úgy közlekedett, nem büntette meg senki, mert mit büntessen, régen nem az a világ volt, traktorosok megálltak, ott kezdődött az élet, ez nagyon jó. Biztos már megvolt valakinek a Suzuki, itt már valami gazdagabb volt, vagy nem tudom, erre is biztos emlékszik, hogy a Swiftje volt. De az nem tudom hány a Swift volt, lehet, hogy inkább még a régebbi volt neki. Vagy pedig csak ilyen Suzuki volt, most bár lehet, hogy ő csinálta, nem tudom. Igen, itt biztos volt egy ház, lehet, hogy elhagyatott. Igen, ide van támaszva a pala. Ilyen kis falukban ugye vannak ezek az elhagyatott házak, mi is gyerekkorunkban mindenhova bementünk, fölmásztunk a padlásra. Meg minden. Új, és ilyen jó nagy dzsumboly volt biztos mind itt. Hát, ez nagyon nagy. Gyerekek, le a kalappal. Látjátok, amit akartok, azt meg tudtok csinálni, és itt megvan külön egyéb ház. Itt még egy kicsit így járok, gyerekek, mert így nagyon érdekel. Ez mi volt ez a ház? Biga papa, mi ez? Itt is volt egy temetőtök? Kettő volt. Az a két temetőjű volt. Az alsó meg a felső, itt a csap. Tudod, ráakasztotta, szokott lenni egy szeg, ott van, szokott lenni, amikor van egy luk alul, van egy szeg, azt lenyomod, és akkor be tudod támasztani, és ráakasztod a vödröd vagy a kannád, aztán akkor tud folyni. Állítom, még a sírokra is emlékszik, hogy mi volt, nagyjából milyen elrendezésben volt, nem véletlenül úgy van, ahogy van. Meg ugye ilyen apró részletek, hogy itt kavics volt, fú, így emlékszem rá, hogy amikor mentünk, olyan zuzalajokos csörgött a talpunk alatt. Ezek, emlékszem a fákra, meg még egy fa is, még egy, lehet, hogy volt a közepén a nagy fenyő, és annak olyan furcsa susogó hangja van, tudjátok, ezek mind ilyen olyan dolgok, amit lehet, hogy ő egymilliószor jobban megél, mint mi, de azért át tudjuk érezni, hogy milyen ez, nem? Értitek szerintem, hogy igazából, hogy mire gondolok, meg hát mire gondolt a költő, aki megcsinálta a mapot. És azért ez nem olyan egyszerű map, gyerekek, ez nem olyan, hogy csinálok egy ilyen hót egyszerű, mit tudom én, három földet lerakok, mert itt azért van object bőven, gyerekek, és ezeket mind úgy kellett megterveznie, leraknia, hogy azért az úgy nézzen ki, ahogy volt, mert akkor már ő neki őt zavarja legjobban. Mi lehet észre se vennénk azt, hogy hát mit tudom, az a ház nem olyan volt, de őt zavarná legjobban, hogy bazza, hát ez, most én nem csinálom meg szarul, mert akkor saját magamnak hazudok. Meg amikor erre megyek, akkor jön a flash, hogy hú de jó, milyen jó érzés itt végigjönni, azt, na hát ez nem így stimmel. És tényleg emiatt aprólékosan meg kellett csinálni. Ez mi? What? Dráva Csehi, nem mondod, hogy van szomszéd falu, megőrülök. Te hallod? Rá sem néztünk eddig a mapra. Mi van? Van? Ez nem mondod, hogy még egy falu. Na mely? Elmész a francba, hallod? Azért? És mi lesz a következő? Félmegye? Kóposbolt? A következő falu? Italbolt minden? Nem mondod? Hát mindjárt eljövök ide, hallod? Hát komolyan mondom, megőrülsz. Na mi?
hol a szarba jöttünk? Hát megőrülök. Meg a temető mellett, gyerekek, hadd nézzem már meg, az a baj, hogy lassan tölt, mint az állat, ez meg ilyen idegesítő. Várjátok, zoomoljunk ki, vagy valami. Mi a szar? Ja, lehet, egyébként lehet, na, mi, nem tudom, és mi történik. De hogy lehet ebből kijönni? Utcakép nem érdekel engem. Na, hol voltunk egyébként? Dráva Csehi, hol van Dráva Csehi? Na, azért nem egyszerű a srác, nem? Itt a temető, és itt a másik temető, és itt mentünk, bazze. És itt a buszforduló. Megbolondulsz, bazze. Figyelj, utcakép, és akkor menjünk le a temetőig. Úgy egyébként akad, remélem a videót nem fogunk szétcseszni. Igen, és ezen az úton jöttünk. Amúgy. Lehet, hogy nem ide kell. Igen, lehet, hogy nem tesz jót, hogy egyszerre fut minden. Jaj. Jó, ezt elengedem. Jó, mert végén meg itt lekeresett egy csak. Igen, Dráva Csehi. És itt, hát látni lehetett, hogy ott van. Sajnos a Google Maps egy kicsit ugye be van őrülve. Borzalmasan durva a gyerekek. Nem mondod. És itt is ugye eladó helyek. Templom. Élet. Le a kalappal. És itt a bolt. Aha. Gyerekek, jó van. Azért. Na. Jó van, srácok, szerintem ennyi volt ez a videó. Mindenféle linket megtaláltok lent a leírásba. A készítőnek a csatornája linkjét. Napi szinten van farming tartalom egyébként ott. Rakok a... Hát igazából ott meg fogjátok találni a map készítésről a videót. Vannak különböző ilyen bemutató videók neki róla, és írjátok légyszi kommentet, hogy mi a véleményetek, meg mit gondoltok erről, hogy valaki azért így a nulla tudással nekiáll egy ilyen szintű mapot így, mert én megcsinálom. És így eltökélt, és megcsinálom, és hozzáteszem, még mindig nem kész a map, ez egy ilyen, mondjuk úgy beta verziónak mondja, de még javítgat rajt, próbál rajt, és nagyon szívesen venné, hogy bármilyen tipp és ötlet jönne tőletek is. Úgyhogy írjatok, és biztassátok, hogy igen, ez hát szerintem egyébként nem az, hogy le a kalappal, hanem ez egy ilyen, mondjak, ez egy ilyen, nem azt mondom emberfelettített, de azért nagyon kevés emberből, nem tudom, hogy van-e olyan, aki úgy gondolta, hogy igen, megcsinálom, és meg is csinálja. És ez nagyon, ebben nagyon sok munka van, értitek? Ez nem úgy van, hogy elképzelem, és akkor majdnem jó lenne egy település, ahol élek, ott megcsinálnám egy az egybe a mapot, bazza, neki áll, megcsinálja. És nem az, hogy ő valamikor így modolt, és akkor az annyi, hogy csak idő neki, hanem meg kell tanulni a legelejétől minden apróságot. Úgyhogy nagyon durva. Le a kalappal, tényleg gratulálok, baromi jó. Hogyha gondoljátok, akkor játszunk rajt. És írjatok, hogyha valaki ezen a településen lakik, vagy járt erre, vagy ezen a környéken, az írjon, hogy mit gondol, hogy ez mennyire király? Mármint adja olyan feelinget, meg fú, nem is tudom. Na, köszönöm szépen a figyelmet, linkek leírásba, sziasztok!